Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban beszámolunk Balázs Gergely és Szabó István piarista atyák gyászszertartásáról. Ezt követően egy ötletes és kreatív kezdeményezést mutatunk be, amely a Hunyadi városban készül. Végezetül a kutyatartási etiketről tudhatnak meg érdekességeket. Már is kezdünk! Utolsó útjára kísérték szombat délelőtt Balázs Gergely és Szabó István piarista atyákat, akik a közelmúltban hunytak el koronavírus fertőzésben. A gyászszertartást és a temetést a koronavírus vészhelyzet miatt szűk körben tartották. Testvéreim, amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, az élet urát, hogy elhunyt testvéreinket, akiket erőtlenségben temettük el, erőben támassza fel, és állítsa őket megdicsőült szentjeinek sorába. Miután megszabadultak a halál gyötrelmeitől, és elnyerték bűneik bocsánatát, irgalmazzon nekik az Úr az ítélet napján. Fogadja be őket szeretetébe, a mennyei Atya, vegye vállára, mint hazatért bárányát Jézus Krisztus a jópásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjenek az el nem múló boldogságnak a szentek társaságában. Fájdalmas a végső búcsú. Most szombaton pedig két szeretett piarista atyától, Balázs Gergely és Szabó István atyától köszöntek el. A piarista templomban Szakál Ádám, a piarista rend magyar tartományának provinciálisa úgy imádkozott: mert híveid élete, Urunk, megváltozik ugyan, de meg nem szűnik. Tehát bár változnak a dolgok, nem szabad hagyni, hogy elmúljanak az atyák tanításai. Emlékeznünk kell Balázs és Szabó atya szavaira, emlékeznünk kell arra, mit is tartottak fontosnak az életben. Pista bácsi, Szabó István atya például nem volt egy nagy szónok. Nem arról lett híres, hogy hatalmas prédikációkat mondott, inkább a beceneve volt rá igaz, hogy kukának hívták a diákok. Mégis tudott közösséget szervezni, mégis úgy emlékszünk rá, hogy összehozott minket. Mégis diákok nemzedékei, hívek nemzedékei is úgy emlékeznek, hogy valami történt a Szentmisén, valami történt Tiszaugon, valami történt velük, amikor találkoztak vele. Nem volt szüksége arra, hogy ideális piarista legyen, ahhoz, hogy nagyon jó piarista lehessen. Balázs Gergely atya nem volt a világ legjobb tanára. Nem mindig sikerült neki jó órákat tartania. Viszont valami nagyon kalazanciusi volt benne, az imádság szelleme és a Mária tisztelet. Talán egy kis lelkiismert furdalással mondhatom én is, hogy diákkoromban hogy megmosolyogtam ezt, pedig nagyon piarista dolog a Mária tisztelet. Rendünk alapítója, Kalazanci Szent József egyszerre volt nagyon praktikus ember, szerelt harangot, mászott föl létrára, mint Szabó István atya, de imádkozott és tisztelte Máriát, mint Balázs Gergely atya. Nem az a lényeg bennük, hogy tökéletes piaristák lettek volna, hanem valahogy valamiben a lényeget megtalálták. A gyászszertartáson Finta József érseki helynök felidézte, hogy nem is olyan rég még a nyugdíjazását ünnepelték Balázs atyának. Akkor még nem gondolták volna azt, hogy ilyen rövid időn belül elveszítik őt és Szabó István atyát is. Minden bizonnyal továbbra is erőt meríthetünk belőlük, továbbra is meríthetjük azt a lelkesedést, amivel ők szolgáltak, továbbra is megkaphatjuk, hiszen már megkaptuk azokat az ajándékokat, amelyeket Isten rajtuk keresztül akart adni nekünk. Ők befejezték a szolgálatukat itt a földön, ahogyan Szent Pál apostol mondja: a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Igen, ők már átadták nekünk mindazt, amit át kellett adniuk, mindazt, amit Isten kezéből rajtuk keresztül lehetett, kellett átvennünk. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel az örökséggel. Tudjuk-e tovább folytatni azt, amit ők tettek? Tudjuk-e tovább vinni, ahogyan tartományfőnök úr is mondta, ha nem is egészen ugyanúgy megváltozva, de azért mégis ugyanannak a léleknek erejében, ugyanannak az Istennek a küldetését. Azért imádkozunk most az ő hamvaik mellett, hogy méltó örökösei legyünk az ő szellemiségüknek,
méltó továbbivői az ő tevékenységüknek, és azért imádkozunk, hogy megköszönjük Istennek mindazt, amit tőlük kaptunk. A rokonok, piarista szerzetesek, papok és meghívottak körében tiszteletét tette Kecskemét város részéről Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, valamint Lévai Jánosné önkormányzati képviselő tanácsnok is, aki gyászbeszédet is mondott. Balázs Gergely atyára emlékezve elmondhatjuk, hogy kiemelkedő pedagógiai munkája mellett figyelme az utóbbi évtizedekben elsősorban az idős, beteg emberekre irányult, a családok szolgálatát tartotta a legfontosabbnak. A Mária kápolnában, a megyei kórházban a Filoména tiszteletére tartott szentmisék, szentségimádások, a rózsafűzér megismertetése, átadása életének fontos része volt. Városunkban a krisztusi szeretet Balázs Gergely atya által erősödött. Róla elmondhatjuk, hogy megérezte a másokért való engesztelő ima áldozat csodálatos ízét. Neki köszönhetjük, hogy az arborétum mellett lévő Mária kápolna engesztelő kápolna lehetett, drága Balázs Gergely atya. Mi kecskeméti híveid, tanítványaid, nagyon sokat köszönhetünk neked. Példát adtál a szűzanya iránti tiszteletedről, az engesztelések fontosságáról, hitedről, a túlcsorduló szeretetedről. Szabó István atyára, piarista tanárra, iskolaigazgatóra, cserkészvezetőre, az egyházügyi munkacsoport tagjára szomorúan és fájdalommal emlékezünk. Több évtizede már annak, hogy bekapcsolódtál Kecskemét város közéletébe, az egyházügyi munkacsoport aktív tagjaként figyelembe vettük ötleteidet, javaslataidat. 2013-tól minden évben segítetted az önkormányzat szervezésében és az Alföld idegenforgalmáért alapítvány szervezésében az emlékkonferenciákat, melynek aktív résztvevője voltál. Véleményünk szerint a legfontosabb azonban az volt számodra, amikor a lelket mentetted, hiszen az ifjúság hazaszeretetre nevelése, oktatása a cserkészeten belül is életcéloddá vált. A Piarista Diák Szövetség nevében Szabó Gellért elnök mondott búcsú beszédet. Balázs Gergely tanár úr és Szabó István tanár úr földi zarándok útja csaknem egyszerre ért véget. A tőlük egyazon temetésen való búcsúzás összehasonlításra indít engem is. Életükben inkább a különbözőség tette egyéniséggé őket. Pedagógusi pályafutásuk, nevelési módszereik egy sor diáktörténetben volna felidézhető, és az esetek átélői pontosan tudnák, melyikükről szól az adott történet. Ezúttal azonban néhány közös vonásukra, sorsuk azonosságaira szeretném a figyelmet irányítani. Mindketten kecskeméti piarista diákok voltak, és a tanítói szerzetesi hivatás első éve mindkettőjük számára Budapesten telt, hogy aztán egész további életüket itt a kecskeméti gimnáziumban és rendházban töltsék. Elsőként a hűségüket emelem ki. Hűséget a hitükhöz, szerzetes tanári fogadalmukhoz, az őket megtartó rendi közösséghez, Kecskemét városához, amely hűség az állandó tevékeny szeretetben nyilvánult meg. A szelídség ugyancsak közös jellemzőjük, ami olykor nem példaként állt a diákság előtt, és ezért néha méltatlanságot kellett elviselniük. Hálával köszönjük most megbocsátó türelmüket. Az is fontos jellemvonásuk, hogy egyikőjük esetében sem esett folt erkölcsi tisztaságukon.
életük fontos döntéseit szent elszántság kísérte, és kitartottak mellette, mint halálig. A Szent Háromság plébánia nevében pedig Domonkos Zoltán búcsúzott el a két piarista atyától. Amikor egy pap meghal, mindig Krisztusból van kevesebb. Ezt érezzük most itt mindnyájan, akik jelen vagyunk, de úgy érzem, hogy még sokan mások is, akik nem lehetnek jelenleg itt. Egy álhatatosan és hitelesen megért szerzetesi élet után veszünk most búcsút a két kedves piaristától, akiknek álhatatos tevékenysége túlmutat a rend keretein körül. Azt gondolom, hogy életük és példájuk valamelyünk számára példamutató és értékes. Szemkeresztet szívem hívja, Jézus ad, hogy hozzá térjen, veled halljak, veled érjen. A szertartás a kecskeméti köztemetőben folytatódott. A piarista sírboltnál eltemették az urnákat, a jelenlévők pedig imádkoztak a két atya lelki üdvösségéért. Élő adventi kalendárium készül a Hunyadi városban. A kezdeményezésről és a részletekről dr. Mezeiné Tapolcsányi Nóra, az ötlet megálmodója beszélt. Dr. Mezeiné Tapolcsányi Nórával beszélgetünk, akit üdvözlök, és aki elvállalta, hogy így az interneten keresztül is egy kicsit beszélget velünk egy egészen érdekes kezdeményezésről. Hunyadi városi ablakok ezzel a névvel vagy munkacímmel indítottatok egy, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt, egy ilyen kis mozgalmat, vagy mi az tulajdonképpen, amit kitaláltatok, segíts nekem. Ez egy adventi kezdeményezés lenne, amivel egy kicsit vidámabbá és fényesebbé varázsolnánk itt a hunyadi városi lakóknak a adventi készülődését, karácsonyvárását. Én így elárultad, hogy alapvetően ablakokról van szó, egy kis díszítésről, illetve hát néhány háznál fényárról, amit majd az utcáról is látunk, de hogy kapcsolódik ez az egész össze egyáltalán, hogyan képzeljük el, mi ez az adventi ablakok? Én ezt a rádióban hallottam tavaly, országszerte több helyen is már él ez a hagyomány, hogy így mondjam. Így éltem én is a kezdeményezéssel, létrehozva egy Facebook csoportot, a Hunyadi Városi Adventi Ablakok névvel, amiben arra kértem az itt lakókat, akinek van kedve csatlakozzon, mégpedig egy számot fog kapni, egy élő adventi naptárat fogunk gyakorlatilag létrehozni, minden nappal egy kivilágított ablakkal bővül ez az élő adventi naptár, majd november 20-án fogjuk kisorsolni, hogy kinek melyik lesz a száma, amit ki kell világítani az ablakán, és utcafrontról szeretnénk ezt megtekinteni. Tehát aki arra sétál, egy kicsit elmosolyodjon, felmelegedjen a szíve, hogy egyre közelebb jön karácsonyhoz. Ez a kezdeményezésnek a célja. Tehát akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy én, hogyha szeretnék csatlakozni az egész kezdeményezéshez, akkor csak annyi dolgom van összesen, hogy fogom magam és kidíszítem egy ablakomat? Egészen pontosan egy számot valamilyen fényes eszközzel oda vetítek, vagy oda kreálok? Így van. Hát most már annyiféle ledes izzósort lehet kapni, ezeket olyan szépen föl lehet rakni, és az adott naptól kezdve december 24-éig kell ezt világosan vagy fényesen tartani, vagy aki arra jár, az meg tudja nézni a szép díszes ablakot, igen. Hát nyilván az, hogy ebben valaki mondjuk, aki részt vesz, miért jó neki, az egyértelmű, hiszen egy kezdeményezés részese lesz, ott van a száma az ablakba, és ez jó, de mit nyernek ezzel a járókkelők, azok, akik mondjuk egy sétára indulnak? Élményt. Most még olyan sok szürke ablak van, én nagyon sokat sétálok itt a környékben, és ahogy közeledik az ünnep, egyre többen feldíszítik, kivilágítják is. Maga az élmény, ahogy végig sétálunk, és lehet vadászni ezeket az ablakokat tulajdonképpen. Akinek van kedve, lefotózhatja, feltöltheti a csoportunkba a fényképet, aki meg feldíszíti, az meg a titkos készülődés, ezek olyan varázslatos dolgok, meg az élmény. Igen. Hát én még emlékszem rá, amikor gyerek voltam, akkor minden karácsonykor vittek édesapámék, és néztük, hogy hol van karácsonyfa, akkor most ugyanez lesz egy hónapon keresztül, csak adventi számokkal akkor gyakorlatilag. Így van, nálunk ez
alapkövetelmény, hogy a karácsonytálak ablak mellé kell kerülni, mert én is szeretem nézni a mások szép karácsonyfáját, és igen. És akkor lesz ilyen vadászat, hogy kitalálja meg leghamarabb a számot, vagy... Nem verseny, sem nem szépségverseny, sem nem gyorsasági verseny. Itt annyi a cél, hogy aki ebben a kezdeményezésben részt vesz, az láthatóvá teszi az ablakát, vállalja azt, hogy kivilágítja az adott naptól december 24-ig, aki pedig elsétál arra, az pedig egy élménnyel gazdagodik, hogy szépet látott, megtalálta, és annyi segítséget fog mindenki kapni, hogy ebben a csoportban az utcát megjelöljük, hogy hol lehet ezt az ablakot levadászni az adott napon. Tehát akkor nagyjából tudjunk majd, hogy merre kell elindulni a Hunyadi városban, hogy megtaláljuk az ablakot. Bennem azért még mindig motoszkál a kis ördög, hogy akkor, hogyha mondjuk ablakdíszítésre, sőt bármilyen díszítésről van szó, akkor az emberek hajlamosak tényleg arra, hogy elkezdjenek vetélkedni. Hogy kinek nagyobb a száma, kinek díszesebb az ablaka. Így ettől nem féltek? Vagy ez nincs benne a pakliban? Nem. Egyelőre még annyira kevesen vagyunk, akik ilyen lelkesen jelentkeznénk erre. Egyelőre még azzal is megelégszem, hogy a pont annyian leszünk, ahány ablakot szeretnénk kibújtítani. Hát így mondtad, hogy kevesen vagytok, azért én úgy hallottam, hogy egy nap alatt ma 7-ről 10-re ugrott a szám, és igaz, még azért van 16 darab plusz hely, de hogy ez annyira nem rossz arányai van. Nem, bizakodó vagyok. Én egyébként is egy ilyen optimista szellemiség vagyok, de azért kicsit izgulok, hogy 20-ára azért összegyűjtünk, annyira hányan kell. Tehát 20-áig kellene 26 darab önkéntes, aki hajlandó egy-egy ablakát, vagy akár több ablakát, és gondolom itt nincs kitétel, hogy mennyit díszít ki, ellátni az adott adventi nap úgymond számával, naptár szerinti szám. Igen. Hol lehet jelentkezni? Vagy a Facebook csoportunkban, a Hunyadi Városi Adventi Ablakok csoportban, vagy nálam privát üzenetben a Facebookon megtalálható vagyok. Hát itt időközben mondom, hogy ki is írtuk a képernyőre a Facebook csoport nevét, úgyhogy ha valaki szeretne oda találni, akkor mindenképpen megtalálja. Hát gondolom, hogy a végeredmény az rengeteg szép fotó lesz. Terveztek-e mondjuk a végén egy ilyen összejövetelt, vagy valami kis összetartást azoknak, akik részt vettek az adventi ablakokban? Egyelőre ez egy ilyen meghonosodó szokás lesz, aztán remélem, hogy minden évben ez így ismétlődik, és majd nem azon kell versengeni, hogy legyen annyi ablak díszítő, amennyire szükség van, hanem hogy más is bekerüljön majd a elkövetkező évek során a díszítésbe. Egyetlen egy dologra még nem tértünk ki talán, ami izgalmas lehet, hogy mi van, hogyha én a 13-as számot szeretném választani. Tehát, hogy válogathatok, ha jelentkezek? Bármikor rugalmasan állunk ezekhez a szám kérdésekhez. Volt egy megkeresés, aki csak az utolsó pár napot tudná felvállalni, mert vidékre kell családtagjához utazni, viszont nagyon szeretne részt venni ebbe. Természetesen emiatt nem fogjuk kizárni ebből a dologból, úgyhogy rugalmasan kezeljük a számkezelést. Aki nem szereti a 13-asat, majd ezt is valahogy áthidaljuk. Így van. Aki pedig Luca napján szeretne ablakot díszíteni, annak is ott a lehetőség, és a kis sámli, amit megcsinálhatunk. Én köszönöm szépen, hogy szóba álltál velünk. Nagyon kedves kis kezdeményezésről van szó, azt gondolom. Így végezetül azért még egyszer mondjuk el, hogy a hanyadikáig, és hol jelentkezzen az, aki kedvet kapott, és szeretne a Hunyadi városban egy ablakot, hát úgymond kidíszíteni, mások kedvére tenni azzal, hogy kiír rá egy számot fényára. November 20-án lesznek a számok kisorsolva, egy kalapból kihúzzuk, hogy igazságosak legyünk, és onnantól kezdve lehet a díszeket gyártani, kigondolni, hogy milyen legyen a szám. A díszítést bármikor fel lehet tenni az ablakokra, egyetlen egy kérés van, hogy a szám csak az adott napon legyen kivilágítva az ablakon. Dr. Mezeiné Tapolcsányi Nóra, köszönöm szépen, hogy szóba álltál velünk, és nagyon sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez, meg nagyon sok mosolygós arcot, talán ez lesz a fontosabb. Nem csak az emberek, hanem a kutyák is társas lények. Ezért fontos, hogy hogyan is tartjuk kedvenceinket. A felelős gazdi nem csupán ételt és italt ad kutyusa számára, hanem meg is tanítja a blökit arra, hogy hogyan kell viselkedni más kutyákkal és az emberekkel. Hogy mi is az a kutyatartási etiket, valamint hogy milyen alapvető szabályokat kell betartani,
Arról Szabó Attila, az Argosz Állatvédelmi Egyesület elnöke, a kutyaiskola vezetője beszélgetett kollégánkkal, Molnár H. Boglárkával. Az etikettet mi tanítjuk a kutyaiskolában, és szerintem pontosan azt jelenti, hogy a kutyánkkal egy gondtalan életet tudjunk élni kutyások és nem kutyások között. A legelső lépés az, hogy mindenki magának megfelelő kutyát válasszon. Vannak fajta leírások, vannak meghatározások, hogy egy kutya mit követel meg. Nagyon fontos a mozgás a kutyáknál, a legfontosabb a testmozgás. Tehát, hogyha egy magyar vizslát vesz magához valaki, aki nem tudja lemozgatni kellőképpen, akkor lehet egy túl fűtött energiaszintes kutyája, ami elkezd otthon rombolni pont azért, mert nem tudta lemozgatni. Valamint nagyon fontos nézünk azt is, hogy egyes kutya fajtáknál sajnos vannak betegségek. Nekem is voltak írfarkasaim, akik betegségekben haltak meg, és több százezer forintba került a gyógyítatásuk. Kutyaiskolában rengeteg mindent megtanulnak a kutyák és a gazdik egyaránt. Tehát sokszor félrenevelt kutyákból vannak a problémák, túlszeretésből vannak problémák, vagy abból van a probléma, hogy a gyerekének tekinti a saját kutyát az ügyfelünk. Nyilván mi is szeretjük a kutyáinkat és az életünk része, sőt a barátaink, meg a családtagjaink része, de nem szabad átesnünk a ló túloldalára, hogy gyerekként tekintünk rájuk, és ezáltal a kutya arra a lépcsőfokra él, vagy arra a polcra rakja saját magát, ahol ő már azt gondolja, hogy bármit megtehet. Egy elrontott kutyát is meg lehet tanítani. És ugye, hogy mit tanulunk az iskolában, az, hogy a másik kutyáktól ne féljen. Tehát vannak a kistestű kutyák, akik félnek esetleg a nagyobb testű kutyáktól. Itt ugye megtanulják, hogy nincs ok arra, hogy féljenek a nagyobb testű kutyáktól. Az erősebb vagy dominánsabb kutyák viszont megtanulják azt, hogy nem szabad ledominálni a másik kutyát. Valamint ugye az etikett részét, amit a városi sétán szoktunk tanulni, ott viszont azt tanulják meg a tanulók, hogy a kutyánka hogyan helyes városban, vagy bármilyen olyan helyen sétálni, ahol külterületen vagyunk, vagy idegen helyen. Fontos tudni, hogy a rossz kutyatartásból, vagy az etikett nem betartásából lehetnek bonyodalmak, de lehetnek akár balesetek is. Értem ez alatt azt, hogy a rövid pórázat, én mindig rövid pórázon viszem a városban a kutyáimat, nem engedem oda máshoz a kutyájamat. Ha valaki esetleg meg akarja őket simogatni, mert különlegesnek tartják, ugye ők csehszlovák farkaskutyák, akkor ugye nyilván megengedem, hiszen nekem az az öröm és az a fő célom, hogy az én kutyájamat minél többen megsimogassák, minél jobban, minél többször tudjam közösségbe vinni, hiszen ez a munkám is. De viszont indokolatlanul nem engedem oda máshoz a kutyámat, hiszen nem tudhatjuk, hogy az a másik személy az egyáltalán szereti a kutyákat, szeretné-e, hogy odaérjen a kutyám. Nem engedem oda a másik kutyához a kutyámat, hiszen pórázom minden kutya sokkal bátrabb, mint póráz nélkül, még akkor sem, hogyha ismeri az én kutyám azt a másik kutyát. Sőt, ugye itt játék közben a póráz, ugye elengedem ezt a pórázt, ez egy ilyen hosszú póráz, elkezd egy másik kutyával bunyózni, birkózni, hemperegni, és onnantól kezdve összegabajodhat a póráz, rátekeretett a lábára. Onnantól kezdve az már megint csak egy olyan probléma forrás, hogy a fájdalom miatt a kutya esetleg haraphat is. Mondtam, hogy a más kutyákhoz ne engedjük oda lehetőleg. Nagyon sokan ezzel a flexipórázzal viszik, amik ilyen 3-7 méterig húzható, vagy engedhető. Tehát ugye ott is megvan a veszélye, hogy tegyük fel egy villanyoszlopra felcsavarodik, vagy hamarabb oda megy egy másik kutyához. Tehát mi mindig előre kell gondolnunk, ha egy ilyen pórázzal viszik esetleg a kutyánkat sétálni, látok valakit egy kutyával, vagy kutya nélkül, akkor egyből húzzam vissza a kutyámat. És ez a rövid pórázos sétákra is vonatkozik, hogyha tegyük fel az én kutyám morog a másik kutyára, akkor ott is előrébb kell mennem azzal, hogy nem azzal büntetem a kutyámat, hogy nem hozom ki sétálni, hanem pont bele kell menni ebbe a szituációba, hogy minél többször ki kell őt hozni sétálni. De nyilván ott is már előre le kell tiltani, amikor morogna a kutya, vagy egy másik oldalra átmenni, hogy kikerüljem ezt a konfliktust. Tehát az a helyes, hogyha annak ellenére, hogy van probléma a kutyámmal, annak ellenére ugyanúgy belemegyek abba a problémám, és próbálom helyrehozni. Szájkosár jelenleg a jogszabály két alkalommal írja elő. Az egyik a veszélyesebb, amit a jegyző ír elő, hogy ha egy kutya mondjuk megharap valakit, a jegyző hatás köre eldönteni, hogy ez veszélyes ebbé lesz-e nyilvánítva. Különlegesen kell tartani ezeket a kutyákat, sétáltatni csak szájkosárban lehet. Valamint a buszon, tömegközlekedésen, vonaton kötelező a szájkosár, egyébként nem. Nyilván akinek bizonytalan a kutyája, hogy esetleg morog másra, oda csípne, akkor ott nyilván javaslom a szájkosár használatát. És ami nagyon fontos, hogy a problémás kutyáktól nem szabad megijedni, hanem minél előbb egy kutyaiskolát fel kell keresni.
hiszen sehol nem lesz elutasítva, mi se utasítunk el senkit. Nálunk is volt már olyan kutya, aki vagy kutyára, vagy emberre volt veszélyes, és kineveltük ezt belőle. Hát ugye fontos az, nálam is itt van, mindig van nálam, ugye, amit sokan elfelejtenek, aki szedés. Tehát itt azért a főtéren is látunk rengeteg szemetest. Ezt nekünk össze kell szedni. Tehát én mindig el szoktam mondani, hogy állatvédelmi órán is, amit diákoknak tartunk, hogy az, ha én kutyásként belelépek egy kutya gumiba, az nekem is kellemetlen. Sőt, én is ezen fel tudom húzni magam. A kutyásokat megkérném, meg az etikettet betartó kutyások megkérnék, hogy szedjék össze. Hiszen vannak olyan emberek, akik nem szílelik a kutyásokat, nem kellene ezzel sem hergelni ellenünk a nem kutyás társadalmat. Ráadásul nem néz ki jól a földön, beleléphetünk, fertőzést okozhat, hogyha ott elbomlik. Tehát ez mind-mind olyan dolog, amit nekünk be kell tartani. Ugye azt mondtam, ugye, hogy a másik kutyához nem engedjük hozzá a kutyánkat. Ami még nagyon fontos, ha valaki esetleg megkérdezi, hogy meg szabad-e simogatni a kutyánkat, ugye arra is van egy ilyen nálam egy szabály, hogy nem engedem felugrani a kutyát. Tehát ugye van olyan, hogy a kutyám is boldogan felugrana, de ezt nem engedem, hiszen mondjuk egy gyerek meg akarja simogatni, ráugrik, akkor a gyerek megijedhet. Abba gondoljunk bele, hogy ez egy negatív élmény lehet a gyereknek, nem pozitív, és onnantól kezdve lehet, hogy tartással fog oda menni minden kutyához. Én ezt szoktam mondani, hogy a kutyámért én felelek, ez olyan, mintha az előbb mondtam, hogy gyerekként szeretik, de a kutyák, mint egy gyerekek, tehát mintha mi lennénk a gyámjai. Tehát amit ő elkövet, azt miattunk követi el. Tehát ha ő megharap valakit, kiszalad otthonról, kiszökik otthonról, az mind az én hibám. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Kijárási tilalom betartását a városrendészek is ellenőrizték Kecskeméten a hétvégén. A rendőrök, városrendészek és katonák nem csak éjjel figyelik a szabályok betartását. A hétvégén több feljelentés is született szabálytalankodók miatt. Mától 93 kórházban vannak jelen a katonák, hogy segítsék a koronavírus járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását. A Margaréta otthonban eddig 23 gondozatnál igazolták a COVID-fertőzést, közülük 3-an hunytak el. A dolgozók is elkapták a vírust, 6 fő betegedett meg, az otthon 2 épületét teljesen lezárták. Utolsó útjára kísérték szombat délelőtt Balázs Gergely, Szabó István piarista atyát, akik a közelmúltban hunytak el koronavírus fertőzésben. Meghosszabbítja a kormány a lejáró személyi okmányok érvényességét. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!